Sziasztok! Ez egy új nap, egy új lehetőség a gerlézésre, viszont ezúttal nagyon-nagyon várom a gerlézést, ugyanis egy 28-as kaliberű puskát hoztam ki kipróbálni, méghozzá egy Beretta Silver Pigeon-t, bár igazából itt ez most annyira nem is érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy 28-as kaliber. Megmondom őszintén, hogy vadászni még soha életemben nem vadásztam 28-as kaliberrel, úgyhogy ez lesz az első, ez lesz a teszt, és majd meglátjuk, hogy mennyire válik be, mennyire tudom lecsalogatni az égből a gerléket és a galambokat. Itt mellettem egyébként már rökködnek, szállnak be a napraforgó táblára, sőt már bennül jó néhány, úgyhogy mindjárt össze is rakom a puskát, és indulhat a vadászat. Itt üldögélnek már a gerlék mellettem az oszlopon, úgyhogy majd most meglátjuk, hogy ez a kis 28-as, ez mit tud. Ami elrettentő a 12-eshez képest, hogy tényleg ilyen kis pici, kisújnyi vastagságú lőszereket használ az ember, pedig ugyanúgy 26 grammos és 2,8 milliméteres sörét szem van benne, tehát szinte teljesen mindegy, hogy 12-es kalibert, vagy ezt a kis 28-ast használom. Ami rettentően jó ebben a fegyverben, vagy ami nagyon tetszik, inkább azt mondom, mert hogy mennyire jó, azt majd meglátjuk. Ugyan lőtérre kivittem már, nyilván nem csak úgy vaktában jövök ki és használom, hanem lőtérre kivittem, kipróbáltam, és működött. Iszonyatosan könnyű a fegyver. Teljesen más, mint a 12-es, amit ugye megszoktam eddig. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy gerlére mégis hogyan működik. Lőtéren megmondom őszintén, hogy én úgy gondolom, hogy jól ment a lövés, tehát egyáltalán nem zavart az, hogy lényegesen könnyebb a puska. Ugyanúgy törtek a korongok. Nyilván az a lőszernek is köszönhető, most egyébként egy feles és egy full szűkítés van benne. Hát majd meglátjuk, hogy a gerlék ezt mennyire szeretik. Mielőtt elkezdenék vadászni, még betolok egy kebabot, hogy legyen erő emelgetni ezt a kicsivel több mint 2 kilós puskát. Meg hagyom még a gerléket, hogy egy picit hadd egyenek, itt ülnek egyébként mellettem a napraforgón, ők is falatoznak, én is falatozok, utána megkezdjük majd a vadászatot. Nem is tudom, hogy mit mondhatnék, iszonyatos mennyiségű gerle volt, és nagyon-nagyon jól ment ezzel a kis 28-assal a lövés, úgyhogy a magam átlagánál lényegesen jobb teljesítménnyel sikerült ma vadászni. És megmondom őszintén, hogy olyan óriási nagy különbség nincs a 12-es meg a 28-as között. Nyilván a tömegében igen, viszont hogyha a súlypontot nézem, nagyon jól ki van egyensúlyozva a puska, ugyanúgy, ahogy a 12-esem. És én úgy gondolom, hogy ezért nem éreztem akkora különbséget. Azért 100 lőszerből 59 gerlét sikerült terítékre hozni, illetve 90%-ban gerle, a többi örvös, illetve egy szajkót sikerült lőni. Úgyhogy megmondom őszintén, most úgy vagyok vele, hogy vissza se adom ezt a 28-ast, hanem inkább megtartom magamnak. Tehát sokan félnek ezektől a kisebb kaliberektől, de én úgy gondolom, hogy ez csak gyakorlás kérdése, hogy hogyan megy a lövés, akár a 20-assal, vagy a még kisebbel.